Szeretettel köszöntelek benneteket. Ez az üzenet egy kicsit egyfajta támpont, egy kis segítség is akarna lenni, hogyha szeretnétek otthon családi körben, hogy egyébként eredetileg a zsidóknál is szokás, szóval szeretnétek otthon megülni a páskát, és erre közösségileg nincs lehetőségetek, akkor szeretném megmutatni, miről is szól ez, milyen kellékek kellenek hozzá, amik közül egyik se lesz kötelező kellék bizonyos értelemben, és abszolút legyetek szabadok ebben. Ez nem törvény, ez nem vallás egy keresztény ember számára. Egy lehetőség, amiben egyébként nagyon sok jó szimbólum, mélyebb megértés lehetősége és egyéb dolgok is benne vannak. Úgyhogy most a páskáról fogok tehát beszélni, azon belül is a páska lényegéről, és a páska vacsoráról, mint olyan, hogy hogyan ülhetjük meg kicsit autentikusabban, mint a hagyományos úrvacsorát, úgy, ahogy akár annak idején ezt tették a héberek, amikor Egyiptomból szabadultak, vagy éppen a názereti Jézus, amikor a 12 tanítványával fogyasztotta azt el, mielőtt ugye keresztre feszítették, és bemutatta értünk a páska áldozatot. Nos, akkor ezt fogjuk most átvenni. Mit jelent a pésah vagy a páska? Ehhez hívjuk segítségül az írást. A kettő Mózes 12.26.27-ben a kivonulás könyvében ezt olvashatjuk. És ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek. Az úr Páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkimélte. Ekkor mélyen meghajolt a nép és leborult. Nos, ez a kékkel kiemelt szó, hogy kihagyta, ez a szó, hogy kihagy, hogy elkerül, gyakorlatilag ez a páska jelentése. Tehát a Pészak, a páska ünnep azt jelenti, és arra emlékezik meg, hogy a halál angyala elkerülte Izrael fiait, és ők nem haltak meg az egyiptomi csapások végén, a tizedik csapásban, amikor ugye Egyiptom minden elsőszülöttje állat és ember elsőszülöttje sajnálatos módon elhunyt. Jézus megünnepelte a páskát a tanítványaival, és egy új értelmet adott neki. Erről a következőt olvassuk a Lukács 22.7-től. Elérkezett a kovásztalan kenyerek napja, amikor fel kellett áldozni a páskabárányt. Jézus ekkor elküldte Pétert és Jánost ezt mondva, menjetek el, és készítsétek el nekünk a páskavacsorát, hogy megehessük. Ők pedig ezt kérdezték tőle, mi a kívánságot, hol készítsük el. Ő így válaszolt, amikor beértek a városba, szembe jön veletek egy ember, aki egy korsó vizet visz, kövessétek őt abba a házba, amelybe bemegy, és mondjátok meg a ház gazdájának, a mester ezt üzeni neked, hol van az a szállás, ahol tanítványaimmal együtt megehetem a páska vacsorát? Ő mutat nektek egy nagy, berendezett emeleti termet, ott készítsétek el. Akkor elmentek, és mindent úgy találtak, amint előre megmondta nekik, és elkészítették a páska vacsorát. Amikor eljött az óra, asztalhoz telepedett az apostolokkal együtt, és azt mondta nekik. Vágyva vágytam arra, hogy szenvedésem előtt megegyen veletek ezt a páska vacsorát, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a páska vacsorából, amíg csak bennem teljesedik ez az Isten királyságában. Azután vette a poharat, hálát adott, és ezt mondta. Vegyétek és osszátok el magatok között, mert mondom nektek, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtő terméséből, amíg el nem jön az Isten királysága. És vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, és e szavakkal adta nekik, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráztak, és ezt mondta, e pohár az új szövetség az én vérem által, amely ti érettetek ontatik ki. Oké, okay, eddig. A János 12.27-ben Jézus egyenesen arra irányítja rá a figyelmünket, hogy ő konkrétan ezért jött, hogy ő az egyik küldetésének a csúcspontja, a legfontosabb momentuma, hogy ő legyen a páska bárány. Bemerítő János már eleve úgy mutatta be Jézust a népnek, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és ugye ez az, ami beteljesedett, a Páska ünnepe. De János 12.27-ben olvassuk azt, hogy Jézus, hogy beszél a tanítványaihoz, vagy kvázi imádkozik, azt mondja, most megrendült az én lelkem, kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, dicsőítsd meg a te nevedet. Ez volt tehát Jézus döntése, vállalja az áldozatot, vállalja a páska bárány szerepét. Pálapostól is tanít a páska vacsoráról, mint ünnepről. Erről a korintusiaknak ért első levélben olvashatunk az ötödik fejezetben. egész pontosan magáról, az együttlétről a 11. fejezetben érdeit az ötödik fejezetben kiemeli az erkölcsi lényegét, azt mondja, nem jól dicsekedtek ti, hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovást, hogy új tésztává legyetek. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi páskabárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásztal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Nos, térjünk hát akkor a konkrét vacsorára többet most magáról, arról, hogy az Úrvacsorát hogy rendelte Jézus többi evangéliumban, illetve hogy pálapostól részletesen hogy ír erről a korintusiaknak. Így most nem szeretnék beszélni, illetve nem olvasnám fel, hanem akkor nézzük, milyen gyakorlati segítséget tudok adni, ha szeretnétek otthon egy ilyen páskavacsorát együtt megülni a családdal. A zsidók ezt az estét, a Páskamacsora estét a mai napig ugye ünneplik, persze nem Jézus Krisztusra nézve, ők még mindig várják a Páska bárányt, de van egy ígéret az igében, hogy eljön az a pillanat, amikor megértik és fölismerik majd ők is, hogy ez nem más, mint a názereti Jézus. Nos, az estének a neve az, hogy Széder este. A Széder szó jelentése az, hogy rend. Egy nagyon pontos és különös szerint zajló vacsorát szoktak tartani Pészak estén a zsidó emberek. Ehhez van egy kis segédkönyvük is, az úgynevezett Hagada könyv. Ez a szó azt jelenti, hogy elbeszélés. Ebben benne van a szertartásrend, a különböző áldások, amik ilyenkor szoktak imádkozni, különböző imák, különböző énekek, amiket ilyenkor énekelnek, illetve benne van a kivonulásnak a története. Megnyugtatlak, erre nem lesz szükséged, ez csak érdekességképpen mondtam el. Nézzük, milyen egyéb kellékei vannak a széder estének. Hát ugye először is ott van a szédertál az ételekkel, bor, mindenkinek egy pohár, külön egy díszes serleg, egy tálka sós víz, három darab pászka vagy macesz a családfőnél, ünnepi gyertyák, és ez a hagadó könyv, hát ez nem kötelező jellegű, természetesen a nagy részt a többi sem, de majd látni fogjátok, mi az, ami tényleg nélkülözhetetlen ebből. A szédertálnak jelképei vannak, tehát az a rajta lévő ételek, azok mind-mind jelképeznek valamit, mindnek van valamilyen profétikus jelentése, vagy valami megemlékezéssel kapcsolatos dolog. Ott van például a zroa, a csontos sült hús, ami az egészben sült bárányt helyettesíti. Ugye ezt a zsidók nem eszik meg, hiszen nincs templomi szertartás, ahol kóser módon tudnák levágni a páskabárányt, ezért ők jelképesen általában valamilyen sült húst, vagy akár csak egy csontot szoktak odarakni ennek a helyére a tába. De te, akinek már Krisztus a páska báránya megáldoztatott, nyugodtan eheted bárányhússal, nagyon finom sült bárányhús recept van erre, biztos, hogy lehet találni a neten is, de ha esetleg érdekel, akkor nyugodtan írjál rám, megadom majd a végén az e-mail címemet, hogyha érdekel a recepte azoknak az ételeknek, amiket ilyenkor szoktunk csinálni. Oké, okay. tehát van az roá, ez a csontos sült hús, tehát ez a bárányt, a húsvéti bárányt, a páska bárányt helyettesíti, vagy jelképezi. A az az a főt vagy sült tojás, Hát ez általában a, a templom lerombolása után beérkező hagyomány volt a Széderestébe. Eredetileg nem volt a része, de nem is a húsvéttal kapcsolatos dolog. A, a gyászt, illetve a templom lerombolására való megemlékezést hivatott a, a zsidóknál kifejezni. Nem kötelező része a tának, abszolút, de ha szereted, akkor nyugodtan tehetsz rá. Aztán ott van a máróra a keserű fű, amit mi gyakran és általában tormával, vagy frissen reszelt tormával, az jó húzós, vagy pedig boltba kapható tormával szoktuk ugye Hát nem helyettesíteni, hanem szoktunk oda tenni. Aztán van a karosszet. Az a karosszet egy nagyon érdekes és nagyon finom, különleges kis, hát nem is tudom minek nevezzem, mert nem desszert, mégis édeskés. Ez reszelt almának diónak, fahénak és vörösbornak a keveréke. Ennek a receptjét is megadom szívesen. Nagyon kellemes ízű, de könnyen elméretezi az ember a mennyiségét. Aztán a kárpász, ez a zöldség, valamilyen, hát vagy salátalevél, vagy petrezselymet szoktak erre használni. Ez az izsópot hivatott jelképezni, amivel ugye a Páskabárány vérét kenték föl annak idején, a héberek, az ajtóférfára és a, a szemöldök fára. És ott van még a korék, a keserű fű, hát ez is ugye vagy a saláta, vagy a petrezselyem, ezt a kettő kvázi fölcserélhető, több hagyományt olvastam el, tehát több forrásból próbáltam ezt annak idén kikutatni, és hol van ez, hol az egyik van, hol a másik van, igazából nincsen jelentősége, a szertartás résznél majd visszatérek még rá. Magaknak tehát a, a széderasztalon lévő ételeknek, eszközöknek, jelképeknek ugye vannak jelentései. Ugye a macesz vagy pászka az ugye a sietségre utal, a sanyarúságra, hogy sietve kellett kimenni Egyiptomból, nem volt idő megvárni, hogy meg kelljen a tészta. Ugyanakkor a bor az az örömnek és a vidámságnak a jelképe, egy autentikus széderestén öt pohár bort töltünk ki, bár az ötödiket nem isszuk meg, na erről majd később. A keserű fiú ugye a rabszolgaságot, a keserű életet szimbolizálja, az említett károszet, ez az almás diós finomság, ez az építkezésről, Használt, vagy az építkezésen használt habarcsot jelképezi. A sós víz, mert ugye egy tálka sós vízre is szükség lesz majd, a könnyeket jelenti, a rabszolgák könnyeit, illetve a sós tengert, a vörös tengert is jelképezi, amin átmentek. A kárpász a tavasznak, a termékenységnek, és még a sírás melletti reménynek a jelképe. A csontos hús ugye a páskabárány, a helyettesítő áldozatnak a jelképe. És mint mondottam, a tojás az a gyászt jelenti, ugye ez a templom lerombolása miatt került bele később a Páska vacsorába, illetve a széderestébe. Miért isznak öt pohár bort, illetve négyet konkrétan a Páska vacsorán, és mi az ötödik pohár. Ehhez segítségül hívom megint Isten igéjét, a kettő mózes 6-ban a következőt olvassuk. Ezért mondd meg Izrael fiainak, én vagyok az Úr, és megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától megmentelek benneteket a szolgai munkától, és megváltalak benneteket kinyújtott karral és súlyos ítéletekkel. Népemmé fogadlak titeket, és a ti istenetek leszek, és megtudjátok, hogy én az Úr vagyok a ti istenetek, aki megszabadítalak benneteket az egyiptomi kényszermunkától. Azután beviszlek benneteket arra a földre, amelyre nézve megesküdtem, hogy Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak adom azt azért nektek fogom adni örökségül. Én vagyok az Úr. Mint láthatjátok, az öt pohár tehát Istennek öt állítását, öt ígéretét jelképezi. Az első a megszabadítalak, a második a megmentelek, a harmadik a megváltalak, a negyedik a népemmé fogadlak, és az ötödik a beviszlek. Nos, miután a vacsorát előkészítettük, és ott vannak az asztalon a tába, körberakva a különböző ételek, kellékek, és az asztalra készítettünk egy kis tálka sós vizet, illetve még ki, amit szeretne dekorálni díszíteni, utána jön a gyertyagyújtás, ezzel veszi kezdetét a vacsora, és ezt a ház asszonya gyújtja meg, majd mindkét szemét eltakarva imádkozik, áldott vagy te ó, Úristenünk, a mindenség királya, aki elválasztott minket az ő beszédével, és akinek nevében meggyújtjuk az ünnep fényeit. Nos, természetesen nem kell ezt az imát imádkozni, abszolút nyugodtan imádkozhatsz a saját szavaiddal, és nem feltétlenül kell befogni a szemedet sem. Mindezek jelképek, ugye azt jelképezik egyrészt, hogy a ház asszonya gyújtja meg a gyertyát, mert a világosság, a sötétségbe egy asszonyon keresztül jött be, ahogy ez meg is lett ígérve Isten által, még a bűnbeesés után közvetlenül, ugye az asszony magva lesz az, aki majd győzni fog a sátán felett. Tehát a gyertyagyújtás az ezt akarja elképezni, a világ világossága eljött egy asszonyon keresztül. És mondom, természetesen legyél szabad a saját szavaiddal imádkozni, de ha akarjátok ki is hagyhatjátok ezt a részt. Szintén alternatív dolog, <kül> mi oda szoktuk tenni, mindenféle kis kincseinket, ékszereinket, akár bizsukat, akár jelképes dolgokat, akár valódi ékszereket az asztalra, ez megint csak egy kis dekoráció, illetve azt akarja jelképezni, hogy Izrael népe Egyiptomból nem szegényen, hanem gazdagon jött ki, hiszen meg van írva, hogy Isten azt mondta nekik az utolsó csapások előtt még, hogy kérjen mindenki a szomszédjától, szomszédasszonyától mindent, amire csak szüksége van, ékszereket, ruhákat, stb. És hát Egyiptom már annyira megszeretett volna szabadulni Izraeltől, hogy és ráadásul Isten az írás szerint még jó indulatot is támasztott feléjük, hogy gazdagon megajándékozták a népet, mielőtt kiment volna Egyiptomból, így nem egy szegény népként hagyták el Gósen földjét, hanem meglehetősen jó módban. A gyertyagyújtás után a családfő megtölti az első poharat, poharakat, ugye mindenkinél van pohár és mindenkinek töltünk, a megszabadítalak poharat, majd feláll, de akár maradhat ülve is, legyetek szabadok, és egy családfői áldást mond. Ugye a Máté 26-27-ben olvassuk azt, hogy miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldásmondott, tanítványoknak adta, aztán vette a poharat és hálát adott. Igaz, hogy ez majd egy későbbi része a széder vacsorának, de gyakorlatilag minden pohár előtt van egy ilyen áldásmondás. Ennek megint csak van a zsidó hagyományban előre megírt szövege, de ezt én nem tartom fontosnak. Én azt gondolom, hogy családfőként, ami a szíveden van, mondj egy áldást a te családodra, és arra, hogy, hogy azért, hogy Isten megszabadított téged és benneteket, és azután együtt így álltok ki ezt a poharat. De ha mégis szeretnél van ami előre megírtat mondani, akkor általában ezt szokták imádkozni. Áldott vagy te, Istenünk, a mindenség királya, aki megteremted a szőlő gyümölcsét, aki kiválasztottál minket szolgálatodra a nemzetek közül, aki megtartottál minket életben, aki megőriztél minket és képesítettél, hogy megéljük ezt az évszakot. Ez is nagyon szép imádság, de én mégis azt mondom, hogy hagyatkozz inkább a saját szavaidra. Tehát az első pohár, a megszabadítalak pohár, megtöltöttük, felálltunk, áldásmondás, kívás, és utána jön a kézmosásnak a szertartása. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes rész. Egyrészt a megtisztulást jelképezi, és ugye, mint tudjuk, amúgy is hagyományos a, a kézmosás, hát azt gondolom, hogy étkezés előtt persze amúgy sem árt, de itt... Alapvetően nem ez volt a, a, a rituális kézmosásnak a szerepe, ö, hanem a megtisztulást jelképezte. És Jézus ráadásul, amiben legyetek szabadok otthon gyakorolni, ha így lehet, látjátok jónak, hogy a János 13.4.5-ben olvassuk, ö, nem is a kezét mosta meg a tanítványainak, ahogy az szokás volt, hanem ugye ő körbe ment, levette a felső ruháját, a dereka köré kötött egy törülközőt, és ö, egy kendőt, és gyakorlatilag azzal ment körbe a tállal, és mindenkinek a lábát mosta meg, ezzel is példát adva alázatból, és abból, hogy ki lesz a nagyobb a mennyek királyságában. Hát nem az, aki uralkodni akar, hanem az, aki mindenki felé tud szolgálni. A János 13.4.5-ben egyébként erről a következőt olvassuk, sőt, inkább a hármas festől olvasom. Jézus jól tudva, hogy az Atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött és az Istenhez megy. Felkelt a vacsorától, letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát, aztán vizet öntött a mosdótába, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amelyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért, az így szólt hozzá, Uram, te mosod meg az én lábaimat? Jézus így válaszolt neki, amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá, az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki, ha nem moshatlak meg, semmi közöd nincs hozzám. Simon Péter erre azt mondta neki, Uram, ha ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá, aki megfürdött annak, csak arra van a szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok de nem mind, mondta, mert tudta, ki el. Nos, tehát itt a lábmosás szertartását legyetek szabadok gyakorolni, de ha úgy döntenétek, hogy csak a hagyományos kézmosást gyakoroljátok, akkor annak sincs semmi akadálya. Ezután mindenki visszatér az asztalon a saját helyére, és fogjuk a kárpást, azaz itt jelen esetben a Petrezseimet, és egy kis sós vízbe mártva egy áldásmondással megesszük. Ugye a kettő Mózesből, mint mondottam, az a kárpász jelképezi az izsópot, amivel a báránynak a vérét felkenték az ajtófélfákra és a szemöldök fára. Miután megettük a sós vizes kárpászt, a középső páskát, ja, mert hogy azt nem mondtam elnézést, hogy a családfőhöz három darab maceszt, három darab páska lapot egymásra rakva, egy szalvétába berakva, oda teszünk a, a családfőhöz, a családfőnek a jobb keze felől. Na most ennél a pontnál ő kiveszi a, a szalvétából ezt a három maceszt, a középsőt ketté töri, az egyik felét visszateszi, és ráteszi, visszahagyja rá a szalvétát, a másik felét pedig, amit letört, egy külön kendőbe elrejtik. Ez maradhatott nyugodtan az asztalon is, de elrakhatjátok amivel távolabb is. Ez az úgynevezett áfikomán, vagy lakoma végi csemege, erről majd lesz később szó. A legfiatalabb családtag, az, aki elvileg a jobbján kell, hogy üljön a családfőnek, ő az, aki ennél a résznél rátámaszkodik a családfőre, és kérdéseket tesz föl. Ugye Jézusnál, amikor az utolsó vacsorát ették, akkor János volt valószínűleg a legfiatalabb, és ő volt az, aki úgymond rátámaszkodott a családfőre Jézusra, a keblére hajolt, és ő tette fel ezeket a kérdéseket. Általában ezek a kérdések itt arról szólnak, hogy mi ez a szertartás, miért így esszük, miért, miért más ez, mint a többi. Ezeket a legkisebb gyermek szokta föltenni ezeket a kérdéseket, vagy a legfiatalabb családtag, és akkor erre e, válaszul a család föl, elmondja Páskának a történetét. Jelképesen ezzel teljesítik be a 2 Mózes 12.26-ban leírt részt, hogy és ha majd megkérdezik tőletek a fiaitok, hogy mit jelent ez a szertartás, akkor így feleljetek, az Úr páska áldozata ez, mert kihagyta Izrael fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte. És akkor ö, ezek után ö, szokták ugye a páskának az egész történetét, a kivonulás történetét felolvasni. Ezt most én itt nem tenném meg. Megtaláljátok a Mózes második könyvében. Hát gyakorlatilag azt mondhatom, hogy a hatodik fejezettől érdemes olvasni, ott már Isten elrendeli abban a Páskát, és mindez a Páskának a törvényével bezárólag gyakorlatilag a 13., sőt akár a 14. fejezetig olvasható hiszen a 14. fejezetben még üldözés zajlik, és ott jutnak át a vörös tengere. De legyetek szabadok, hogy ebből mennyit olvastok föl, vagy fölolvassátok-e egyáltalán. Annyiban korrigálnom kell magam, hogy mielőtt a páska történetét elmondanánk, vagy összefoglalnánk, ki kell tölteni a második poharat, a megmentelek poharat. Miután ez megtörtént, utána olvassuk föl a történetet, majd a történet végén egy áldásmondással isszuk ki. A picit föntebb középtájon említett János 13-23-as Igeves pedig azt hivatott ugye, bizonyítani, hogy Jézus mellett János apostól, aki valószínűleg a legfiatalabb volt, rádőlve az ő keblére, rátámaszkodva, mint család tette föl neki a kérdéseit, igaz nem csak a hagyományos kérdéseket, hanem amiről itt olvasunk, az konkrétan arra vonatkozik, hogy ki fogja Jézust elárulni. De a lényeg, hogy János ott van, oda dől, és valószínűleg ő a legfiatalabb. Hadd mondjuk egy érdekességet a Páska kapcsolatban még ehhez két bibliaverset is szeretnék felolvasni, az egyik a zsidókhoz ért levél második fejezet, 14-15-ös verse. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ez az egyik. A másik bibliavers, pedig a Péter első levele, első fejezet, 18-as és 20-as versei, amik pedig így szólnak. Tudván, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiába való életmódotokból, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen báránynak, Krisztusnak a vérén. Ugye mindkét Biblia vers a vért a bárány vérét hangsúlyozza. Miért fontos ez? Azért, mert megváltás és engesztelés nincs vér nélkül. A Biblia szerint a vérben van az élet, és az is egy biblikus dolog, hogy szemet szemért fogad fogért életet életért. És hogy ez a föloldozást nyerhessünk, és nekünk ne kelljen szemünket, szemekért, fogunkat, fogakért és az életünket odaadni életért, ezért valaki másnak kellett, hogy az életét, a vérét ö, odaadja helyettünk, ő volt a názereti Jézus. Ezt a vért, ezt az életet Isten elfogadta. Viszont a vér kiontása nélkül nem lehetett volna megbocsátani a Istennek a bűnöket, a céltévesztéseket, a lázadásokat, ezért volt szükség, a vérre, és ezt jelképezte a Páska bárány Krisztus előképe, akinek a vérét szintén ugye föl kellett kenni valahová. Na most, ha megnézzük, ugye a fölkent vér a fára, ami lecsoroghatott, és a két oldalsó ajtófélfára kent vér, ha összekötjük ezeket a vonalakat, lehet belemagyarázásnak gondoljátok, de nekem akkor is egy keresztet rajzol ki. Sőt, vannak művészek, akik egyenesen így áldották, vagy álmodták meg ezt a helyzetet. És én azt tudom mondani nektek, hogy igen, a Krisztus bárány keresztje, a Krisztus bárány vére mögött védelem van, áldás és megváltás, enélkül viszont nincs. Tehát minden Jézus Krisztus keresztáldozatára, véráldozatára mutat. Ez a központja mindennek, ez a központja a Bibliának, és enélkül nincs engesztelés, enélkül nincs semmi. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet, a legfontosabb üzenete a Páskának. És a halálangyala Elkerülte azokat, akiknek az ajtóférfáján ott volt a vér. Páska elkerülés. Ha te életeden ott van, úgymond szimbolikusan ez a vér, ha te hiszel Jézus Krisztus páska áldozatában, akkor a halál angyalához már neked sincs semmi közöd. És ma sincs szabadulás a bárány Jézus vére nélkül. Sajnos azt kell mondjam, tudom, hogy nem piszi, de egyetlen vallás, amiben nincs ott a helyettesítő áldozat, a tökéletes áldozatnak a vére engesztelésű az egy hamis vallás. Anélkül nincs se szabadulás, se megváltás. Bármennyire fáj, de a Biblia ezt jelenti ki, és a Biblia Istene ugyanezt jelenti ki. A második pohár után egy újabb rituális kézmosás szokott következni áldással, de ezt nyugodtan hagyjátok ki. Azt a két és fél macest viszont, amit a családfő visszacsomagolt a szalvétába, most kell, hogy szétossza a családnak. Ezeket a darabokat a család tormába és karosszetbe mártva eszi meg. Ugye a torma minél erősebb, annál jobb, mondta az egyik rabbi egyszer, és akkor az igazi a könnyekre fakaszt, akkor autentikus. Szóval egy kicsit a tormába és egy kicsit a karosszetbe mártva akár egy ilyen kis szendvicset is lehet ebből formázni, ezt mindenki szépen megeszi. Ez jelképezi az édes menekvést a keserű szolgaságból. A János 13-ban a velem együtt mártja a, falatot, a tába, talán pont erre a szakaszra utal, amikor ugye mindenkinek a, a, kiosztott páskadarabokat, a családfő által kiosztott páskadarabokat bele kellett mártani a tában a, a, a karoszedbe is, illetve a keserű fűbe. Ezután jön az a rész, amiben teljes szabadságotok van, mindaz, amit készítettetek, főztetek, sütöttetek, legyen az akár bárány sült, legyen az bármi csirke, marha, puma, bármi, azt itt most el lehet nyugodtan fogyasztani, kovásztalan kenyérrel javaslom akkor autentikus, de legyetek szabadok akár kovászos kenyeret tenni hozzá. Szóval itt nincs limit, ami az asztalon van, ami az asztalra kerül, áldással egyétek meg, és jó étvágyat kívánok hozzá! Amikor viszont vége van a lakomának, mindenki jól lakott, akkor kerül elő ez a kis eldugott fél darab, az áfikomán, ami gyakorlatilag a páska áldozatnak egy jelképe, és Jézusnak az előképe. Ö, ugyanis, ha belegondoltok, ugye több magyarázat is van arra, hogy a három mit elképez, van, aki különböző profétákat, vagy pátriárkákat, vagy ö, Izrael nagy ö, vezetőit ö, látja az Ószövetségből benne, azonban van egy olyan elképzelés is, miszerint ö, a, a, a szent háromság Istennek a három személyét jelképezi, az atyát, a fiút és a szent szellemet, és mint ilyen természetesen kicsit új szövetségi jellegű felfogás, a középső macesz széttörése és... Errejtése nem véletlen, hiszen a középső jelképezi a fiút, azaz Jézust, és ő egyébként mind a mai napig, hát kvázi lepel alatt van a zsidók számára, akik még nem fogadták előtt, és mindvégig úgy veszik magukhoz ezt az áfikománt, hogy talán nem is tudják, hogy a názereti Jézusról szól. Valószínűleg az áfikomán ez a kis ö, utolsó darab macesz az, amit Jézus. Ö, a harmadik pohárral, a megváltás poharával együtt fogyasztott el, miután kitöltötték és áldást mondtak. Ez lett gyakorlatilag a keresztény úrvacsora. Tehát a szédereste harmadik pohara és az áfikomán, ami Krisztusnak a jelképe, ez lett a keresztény urvacsorának az alapja. Ez az, amit minden ö, ö, keresztény felekezet különböző módokon, de, de urvacsoraként, vagy bizonyos felekezetek áldozásként, bár az egy kicsit más történet, ö, szokott elfogyasztani. Erről a Máté, és a Korintus, Máté evangéliumában és a korintusi levélben a következőt olvashatjuk. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott és megtörte. Tanítványainak adta és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Aztán vette a poharat és hálát adott, nekik adta és ezt mondta, igyetek ebből minnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségvére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. És ez az, amit Pál Apostol a korintusiaknak írt első levelében szintén lejegyez, hogy ő az úrtól vette, amit át is adott, és most nem olvasom fel ezt, a lényege ugyanez, hogy vette a kenyeret, és vette a poharat az Úr Jézus, és szétosztva a tanítványai között fölhívta az ő tanítványai követői figyelmét, hogy hirdessék az ő halálát, hirdessék az ő páskáját mindaddig, ameddig ő vissza nem jön. Nos, miután megtörtént a harmadik pohár, a megváltás poharának a kívása is, azaz a keresztény urvacsora, utána kitöltjük a negyedik poharat, és ez nem más, mint a népemmé fogadlak pohár. Ezt miután kitöltjük és megisszuk, gyakorlatilag itt jön az a rész, amikor olvashatjuk a Máté 26-29-ben, hogy Jézus és az ő tanítványai a vacsora után elénekelték a zsoltárokat, és azután mentek ki az olajfák hegyére. A Máté 26-29 azt mondja, de mondom nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből addig a napig, amelyen majd újat iszom veletek atyám országában. Nos, amikor a zsidó nép teljességében elfogadja majd Jézus messiásként, akkor lesz az öröme teljes, és akkor igazán jó újbort fog inni velük. Nos, a zsoltárokról annyit, amit ilyenkor énekelni szoktak, az általában citálásként ott szokott lenni a bibliákban, is a alsó széljegyzetben, ez gyakorlatilag a 113 tól a 118. zsoltár. Én azt javaslom nektek, hogy miután jól laktatok, ettetek ittatok, szánjatok időt arra, hogy lassan és, és így igazán átgondolva időt hagyva csendben, illetve hát egy valaki hangosan, olvassátok föl a 113-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es és 118-as zsoltárokat egymás után. De most abból az aspektusból próbáljátok meg figyelni és hallgatni, fölolvasni ezeket a zsoltárokat, hogy, hogy milyen üzenete van egy olyan ember számára, aki épp a halálára készül, a megfeszítésére készül, a megváltás munkájára készül, azaz, hogy mit üzenhetett ez a názereti Jézusnak. Meg fogjátok látni, hogy fantasztikus, hogy micsoda profétikus bátorításokkal vannak tele ezek a zsoltárok, amik nagyon-nagyon kellettek, hogy Jézust erősítsék a leghosszabb éjszakája előtt, ami csak volt. Na de utána viszont jött a győzelem. A, vacsora közben megtöltjük az ötödik poharat is, vagyis a negyedik pohár után, de ezt az ötödik poharat nem mindenkinek töltjük meg, hanem erre általában egy díszes serleget szoktak volt külön vételezni. Nem kell, hogy rá legyen írva, hogy, hogy illés pohara, Eliáhu pohara, Azért nem iszza ki a zsidó nép ezt a poharat, és csak kitölti, majd aztán kiönti, mert úgy gondolják, hogy még nem történt meg az ötödik ígéret a beviszlek. Ennek alapja a Malakiás proféta könyve 4. fejezet ötödik vers, ami így szól. Vannak fordítások, például az új fordítás, ahol Malakiás könyve három fejezetből áll, és itt a 4. fejezet 5. vers az igazából a Malakiás 3.23 ez pedig így szól tehát, én pedig elküldöm hozzátok illés profétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Tehát ezért illés pohara, mert ugye úgy hiszik a, a zsidók, hogy Illés próféta el kell, hogy jöjjön a messiás előtt. És mivel ők még nem fogadják el Jézust messiásnak, ezért Illést is várják. Mi már tudjuk Jézus kielentése alapján, hogy Illés próféta úgymond nem más volt, mint a bemerítő János, ami nem azt jelenti, hogy ő reinkarnálódott, mint tudjuk, hanem hogy ugyanaz a szellemiség, küldetés és erő volt az ő ószövetséghez tartozó szolgálatában, mint Illés esetén. Tehát a zsidók azért nem isszák ki az ötödik poharat, a beviszlek poharat, mert ők úgy gondolják, hogy illés még nem jött el. Ugye egyébként legyünk szabadok, mi már megihatjuk ezt az ötödik poharat is, mert mi már tudjuk, hogy illés eljött, sőt nem csak illés, hanem a megváltó is de ha valaki hagyománytisztelő akar lenni közületek, akkor ne így ki ezt a poharat, mert végül is az az ígéret, hogy beviszlek, az még mindannyiunk számára várat egy kicsit, hiszen ha úgy vesszük, akkor az új Jeruzsálembe, a mennyi Jeruzsálembe, az Isten jelenlétében még mi sem jutottunk be. Ne feledjétek, tehát a 115-től 118-as Zsoltárt elolvasni és elmélkedni azokon, és akkor hadd búcsúzzak úgy tőletek, ahogy ilyenkor fölül, ahogy a keresztény új szövetség fejeződik be gyakorlatilag, alul pedig, ahogy a héberek szokták befejezni a széderestét. Jöjj, Uram Jézus, jövőre az újjáépült Jeruzsálemben. Illetve talán én azt mondhatom, hogy talán jövőre az új Jeruzsálemben hát azért talán addig még van egy kicsi hátra a világtörténelemből. Minden esetre köszönöm szépen a figyelmeteket. Elnézést kérek, ha néha kicsit hebegős voltam, bocsánat, hogyha nem minden pontosan érthető. Ha bármi kérdésetek van, a következő dián megadom az e-mail címet, erre nyugodtan írjatok és kérdezzetek, ha valami nem tiszta, de nagyon fontos, hogy tehát ez egy olyan szertartás, amiben mi Isten gyermekei, újjászületett keresztények, Krisztus követők teljes szabadságot élvezhetünk. Tehát semmit nem kell úgy csinálni, ahogy én mondtam, ez egy lehetőség, de érdemes megragadni a szimbólumokat, és kicsit akár utánolvasni a neten az egyéb jelképeknek is, hogyha van kedvetek egy magánszorgalomból. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Isten áldjon benneteket.